Orvosok, gyógyszerészek, vegyészek, tudósok. Több mint 10 országból érkeztek a résztvevők a kétnapos nemzetközi tanácskozásra. Az Újvidéken második alkalommal megrendezett kongresszuson, 60 előadáson és 4 műhely munkán vehet részt a több mint 200 érdeklődő. Dr. Zorán Gojkovics tartományi egészségügyi titkár köszöntő beszédében elmondta, a konferencián egy globális probléma is terítékre kerül, mégpedig a születési arányszám. Mi sada u prethodnih nekoliko godina čak u pojedinim sredinama beležimo i povećanje stope nataliteta, nažalost to je i dalje nedovoljno, iako se sada u Vojvodini na godišnjem nivou u proseku rađa skoro 17.000 dece. Az Egon and Anne Diszfalusi Foundation alapítója, dr. Diszfalusi Egon magyar származású endokrinológus volt, aki 1946-ban Svédországba emigrált, és Szent Györgyi Albert segítségének köszönhetően Nobel-díjas kutatókkal dolgozhatott együtt. Tudományos érdeklődésének középpontjában a humán reprodukció, a szülészeti, nőgyógyászati endokrinológia állt. Taller György, az Egon and Anne Diszfalusi Foundation alelnöke. Meg lehet érezni azt a szeretetet, amivel Diszfalusi Egon az ifjúságot támogatta. Ezt próbáljuk továbbvinni az alapítvánnyal. Ugye most ő már nincs közöttünk, de ő létrehozott egy alapítványt Szegedi Központtal, azzal a céllal, hogy Közép-Kelet-Európa országaiban dolgozó orvosi kutatással foglalkozó, elsősorban nőgyógyászati orvosi kutatással foglalkozó fiatalok összetalálkozzanak, és egymással meg tudják osztani a tudományos eredményeiket. Dr. Diszfalusi Egon nem csak alapítványairól ismert, hanem saját kutatásai és világhírnevet hoztak neki. Egyebek mellett ő volt az, aki a méhlepény működését és kémiáját az elsők között tanulmányozta. A résztvevők a konferencián egyebek mellett hallhatnak majd az endometriózisról, a csontritkulásról, és arról is, hogy mik lehetnek az esetleges okai annak, ha valaki nem tud teherbe esni.